Tele csomagtartóval érkezett ez az autó a Szent Kristóf házhoz. Folytatva a hagyományt, a Fejér vármegyei önkormányzat és Törő Gábor országgyűlési képviselő idén is jótékony célú adománnyal tette szebbé a Szent Kristóf házban ellátottak karácsonyát. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó dolgot csinálunk annak a tekintetében, hogy hátrányos helyzetű, sérült emberekkel tudunk foglalkozni karácsony környékén. Gyümölcsöket, szaloncukrot, tartós élelmiszereket, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejérvár megyei elnöke jóvoltából helyi termelők által felajánlott almát és különféle finomságokat adományoztak az itt gondozottaknak. Idén is hoztunk kis gyümölcsöt, édességet, és az itt lakók azt kérték, hogy imádják a bábszínházat, hozzunk egy kis bábszínházat nekik. Hát sikerült beszerezni, én úgy tudom, hogy egy komoly bábszínházat, remélem, hogy örömmel és sok boldogsággal fogják használni ezt az itteniek. Természetesen köszönjük szépen a gondozóknak az áldozatos munkáját. Mindennek örültek a fiatalok, de a bábszínháznak volt a legnagyobb sikere. Cserébe ők maguk is készültek műsorral, zenével, és versekkel, közös énekléssel köszönték meg a meglepetéseket. Sőt, maguk is készítettek ajándékokat a vendégeknek karácsonyra, melyet az ünnepség végén adtak át az adományozóknak. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet az érzékenyítésre. Aminek nagyon örülök, hogy a fiatalok részéről is van egy kifele fordulás, amivel mi próbáljuk a környezetünkben lévő, nehezebb helyzetben lévő embereket segíteni. Úgyhogy minden évben van hajléktalanok, nehéz helyzetben időseknek különböző csomagok készítése, tehát hogy oda-vissza tud ez áramolni ez a dolog, úgyhogy azt gondolom, hogy ha minket erősítenek azok a segítők, akik eljönnek hozzánk és különböző dolgokat felkínálnak, akkor nekünk is dolgunk, hogy amire képesek vagyunk a fiatalok által, azt mi is a külvilág felé tudjuk nyújtani. A Szent Kristóf ház jelenleg 44 fogyatékkal élő fiatalról gondoskodik, közülük 16 fő a bentlakásos intézményben él, a többiek nappali ellátásban részesülnek. Ács Tibor is közéjük tartozik, és üzent is a székesfehérváriaknak az ünnepekre. Legyen szép karácsonyunk!